Fenyőfák Újfehértúron az út melletti árusnál, Fenyőfák Nyíregyházán a búzatéri piacon. Széles a kínálat, a vásárlók kedvükre válogathatnak a különböző fajtájú és méretű fák között. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy mennyi munka és idő szükséges ahhoz, hogy eladósorba kerüljenek a fenyők. A sima hagyományos lucfenyőnek kb. Olyan 4-5 év, mire megnő 1 méteresre, közben ugye kipusztul kb. A negyede, azt újra kell pótolni. Ezeknek a normand fenyőnek, ami mostanában sláger, ugye ez nem hullik le, ezeknek a normand fenyőknek kb. Olyan 1 méteresre még megnő olyan 6-7 év. A nagy roham még nem indult el, a kereskedők tapasztalatai szerint legtöbben a karácsony előtti utolsó napokban vásárolják meg a fenyőfát. A kereslet szerintem a tavalyi évhez képest ugyanolyasmi lesz, mint tavaly, ez az én véleményem, de nem tudni előre, ugye most van ez a válság, minden drága. A fenyő árakat annyira nagyon nem emeltük, pont ilyen szempontból, hogy az embereknek csak karácsonyra legyen pénzük megvenni a fenyőfát. Lucfenyő ugye tavalyi évben 4500 forintra adtuk méterét, most 5000 forint méterre, a normand fenyő adnak 10000 forint most méterre, az ezüst fenyőnek pedig 8000 forint méterre a vágott fenyőnek. Ugye vannak vedres fenyőink, amit földgyökeres el lehet utána ültetni, azok meg így attól függ, hogy milyen méretűek, azok így egyedileg vannak beárazva. Az árak mindenütt emelkedtek, de mivel karácsony csak egy alkalommal van egy évben, a vásárlók a tapasztalatok szerint megveszik a nekik megtetsző fenyőt. Az árak azok a tavalyhoz képest 10-20%-kal, normand inkább a 30%-kal drágább lett. A lucfenyő az körülbelül a tavalyi árnak megfelelő, bőséges a kínálat, mi ugye magyar normand fenyőt árulunk. Ami a legnépszerűbb, az a 150 centi és 250 centi közöttiek. A vevők különböző szempontok szerint választanak. Van, aki plafonig érő fenyőt keres a lakásába, van, akinek a fa formája fontos, és olyan is van, aki a karácsony illatát akarja érezni az ünnepnapok alatt. Lucfenyőt keresem olyan közepes méretben, mert én az illatát nagyon szeretem, független attól, hogy mennyit kell takarítani, amikor már, ahogy szokták mondani, elengedi a kis tűleveleit. És a másik pedig az, hogy van erkélyem, és akkor általában ki szoktam rakni, még alá szoktam rakni vagy egy vizes rongyot, vagy valami víz, hogy egy kicsit felszívja magát, mire bekerül a lakásba. Az ünnepek után a gyökeres fenyő kikerülhetnek a kertekbe, a lakásban feleslegessé váló karácsonyfák elszállításáról pedig a hulladékgazdálkodásért felelős cég gondoskodik. Több megyebeli településen ajándékakciókkal ösztönzik a lakosságot a fenyőfák szelektív módon való gyűjtésére.